Néhányan talán tudjátok, hogy nagyon sokat tanultam különböző dolgokat szerte a világban, de őszintén szólva egyetemi végzettségem egyébként nincsen. A középiskolát azt sikeresen befejeztem, de ott is kizárólag azokat a tantárgyakat részesítettem előnybe, amiről úgy gondoltam, hogy valami közöm van hozzá, vagy azért, mert lehetséges, hogy profitálni fogok belőle a jövőben, például ugye angolul jó megtanulni, szerintem ezt leszögezhetjük, vagy mondjuk azt jó tudni, hogy az ember annyira tudjon matekozni, hogy mondjuk ne verjék át az együttműködései során, stb. Viszont tény is való, hogy a kovalens kötés és a redős zárfog és az iránylátó gödör szeme a csigának, az viszonylag ritkán jött szembe. És amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor az édesapám megkérdezte tőlem, hogy mihez kezdenék az életemben. Akik talán itt-ott találkozhattak velem, vagy olvashattak egy-két írásomat, tudhatjátok, hogy korán sem egy tradicionális családból származom. És az édesapámat talán esetleg online ismeritek néhányan, tegye fel a kezét, aki Norbu Gyulát. Na, hát ezt nem hiszem el. Azért ez nagy dolog, bárcsak itt lenne, és ezt látnám, majd elmesélem neki. És azt mondtam neki, hogy én egyszerűen képtelen vagyok keresztül menni ezen a jövőben, hogy engem emberek odaállítanak valahova, és azt mondják, hogy nekem arról a tudásról számot kell adnom, ami le volt írva valami fajta tervben, amit államilag hagytak jóvá, hogy azt úgy kell csinálni, és azt úgy kell tudni. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk agysebész szerettem volna lenni, vagy mondjuk ügyvéd, akkor nyilvánvalóan el kellett volna végeznem egy olyan egyetemet, hogy ezekre a praktikus tudásokra szert tegyek, viszont én úgy vélem, hogy amikor művészettel foglalkozunk, és a művészet az egy nagyon furcsa szó, mert sokan úgy gondolnak rá, mint valami elvont dologra. Azt gondolják, hogy művészet az, amikor valaki hivatásos színész, vagy művészet az, amikor van egy stúdiónk, ahol naphosszat alkothatunk a vászonra, vagy szobrokat kellene készítenünk, de az igazság az, hogy művész mindenkiben van. És tényleg ez nem egy klisé, ez nem egy elvont dolog, egyszerűen mindannyiunkban van művész, és ez a művész ez arra törekszik, hogy egyszerűen szabadságot és önkifejezést kaphasson. Az egyetlen ember, aki pedig hozzá tudja segíteni ezt a művészhez, azok mi magunk vagyunk. Soha nem lesz olyan, hogy az egyik legjobb barátunk oda jön hozzánk, akármennyire is ismer minket, tényleg azok is, akik a lelkünkbe látnak, és azt fogják mondani, hogy neked A, B, C, D lépéseken kell végigmenned ahhoz, hogy megvalósítsd önmagad. Ez kizárólag mindenki csak saját magának tudja elintézni. Úgyhogy én elkezdtem kapcsolódni ehhez a belső művész énemhez, és félreraktam a praktikumot, és félreraktam mindazt, amit tanultam, hogy állítólag racionálisan kell gondolkodnunk, és emlékszem, az osztályfőnököm, Donát tanárnő mindig azt mondta, hogy de az életben farkas törvények uralkodnak, és az édesanyám egyszer azt mondta neki erre egy szülői értekezleten, hogy ne haragudj, Judit, de mi nem farkasokat nevelünk, mi gyerekeket szeretnénk nevelni. És egyébként Donát tanárnő azóta szintén nagyon megvalósító lett, és ott hagyta a gimnáziumot, delegált a tesi órákból, és azóta külföldön él, és saját fitnessterme van, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy hallgattam a megérzéseimre, és azt sem döntöttem el, hogy én milyen típusú művész szeretnék lenni. Engem nem az foglalkoztatott, hogy kijelöljek egy ösvényt, hogy én majd megszerzem az Oscar-díjat, mint színész, vagy hogy én leszek a világ legsikeresebb írója, vagy hogy én publikálni fogok a Times-ban, hanem egyszerűen csak és kizárólag arra figyeltem, hogy soha ne foglalkozzak olyan dolgokkal, ami nekem nem okoz élvezetet, és amiről nem hiszem azt, hogy nem csak engem, hanem mindannyiunkat segít. Egyszerűen egy idő után az ember eljut egy olyan pontra, és mindannyiatoknak kívánom, hogy minél hamarabb jussatok el erre a pontra, hogy se ideje, se energiája, se pedig kedve nincsen olyan dolgokkal foglalkozni, ami semmit nem visz előre.
Úgyhogy ez az egyik legfontosabb felismerés, és hogyha úgy érzitek, hogy már motoszkál bennetek ilyen típusú érzelem, gondolat, akkor valószínűleg ti is egy picit azon a ponton lehettek, ahol én, hogy egy óriási váltás előtt vagytok. A változás, az élet nagy következő lépései, a mérföldkövek, azok általában nem úgy történnek meg velünk, hogy azt mondjuk magunknak, hogy na, most már ebből a pozícióból, ebből a helyzetből, ebből a kapcsolatból egy csomót tanultam, itt az ideje tovább lépni, nagyon kevés emberben van meg az ösztönös hajlandóság arra, hogy észrevegye, hogy bizony néha szét kell rombolnunk magunk körül olyan szabályrendszereket, amik már régen nem segítenek minket, amik már régen nem segítik azt, hogy mi segíthessünk másokat, hanem egyszerűen beleragadtunk. És ez igaz emberi kapcsolatokra, ez igaz arra, hogy hol lakunk, akár legyen szó az országról, ahol lakunk, vagy akár legyen szó a lakásról, vagy a házról, ahol lakunk, hogy tényleg általában egy tragédiának kell történnie ahhoz, hogy észrevegyük, hogy nincs más választásunk, mint hogy tovább lépjünk valamilyen módon. Ugye amikor már egy éve gyűlöljük a munkahelyünket, és úgy is végezzük a munkánkat, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy gyűlöljük ezt a helyet, akkor egy idő után valószínűleg kirúgnak majd minket, és akkor ugye ott van az emberben az, hogy na még ki is rúgtak, nem hiszem el, most már teljes joggal válthatok, hiszen engem ott nem értékeltek. De jó esetben nem kell addig eljutnunk, míg kiprovokáljuk azt, hogy minket kirúgjanak. Ugyanez igaz a kapcsolatokra is. Lássuk be nagyon őszintén, hogy mindannyiunknak volt már olyan kapcsolata, ahol tényleg a helyzet gyakorlatilag döglődött, ahol pontosan tudtuk azt, hogy legyen szó akár a közös boldogságról, akár az egyéni boldogságról, akár szexről, akár arról, hogy hogyan tudjuk élvezni az életet közösen. Egyszerűen minden a mínusz felé ment, és egyszerűen a legszimplább életösztön sincs ilyenkor sokszor bennünk, hogy egyáltalán azt megkérdezzük magunktól, hogy ettől a kapcsolattól én még mindig több jót kapok, mint rosszat. Nem, észre se vesszük, hogy lassan az 50-50 átmegy 70% rosszba, és aztán a végén ugye, de már olyan régóta együtt vagyunk, most már maradjuk együtt, most már elég jól ismerem, most már nem fog meglepni, de egy ilyen élethelyzet megint kizárólag azt fogja hozni, hogy előbb-utóbb kilökődünk a kapcsolatból. Valaki véletlenül megcsalja a másikat, lesz egy óriás dráma, és elvágólag vége lesz a sztorinak. Tehát hogyha mi önként nem vállaljuk fel, hogy változzunk, akkor állandó, fájdalmas, sorsszerű, véletlenszerű változások fognak történni velünk, és ez kizárólag úgy lehet kiküszöbölni, hogyha önként és dalolva változunk. És amikor változások történnek körülöttünk, akkor nem azt mondjuk, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Miért pont velem történik mindez? Mindig velem történnek a legrosszabb dolgok, hanem azt mondjuk, hogy hála az égnek, ennél sokkal rosszabb is lehetett volna. Történhetett volna valami sokkal nagyobb tragédia, de most végre egy kicsit észhez tértem. És ilyenkor van az a helyzet, amikor kikerültünk egy olyan ördögi körből, ahol már a kreatív művész énünk fuldoklott és haldoklott, hogy egy pár napra, pár hónapra, pár hétre, ugye a tragédia mértékétől függően gyakorlatilag hibernáljuk magunkat érzelmileg. Ez teljesen természetes dolog, és ezt azért szerettem volna mindenképpen elmondani, mert nagyon-nagyon sok olyan barátom van, akik egyszerűen nem engedik meg maguknak azt, hogy úgy érezzék, hogy egy kicsit el vannak veszve, vagy hogy nem engedik meg maguknak azt, hogy azt mondják, hogy én ma szarul vagyok. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy amikor mondjuk elveszítünk valakit, akit nagyon szeretünk, nekem most a legutóbbi élményem a kutyusomhoz, az Özgyéhez kötődik, akit szerintem ismerhettek innen-onnan. 16 évig volt a társam az életemben, és tényleg mindig azt szoktam mondani, hogy a
az eddig leghosszabb kapcsolatom a kutyámmal volt, és tényleg ő volt az, aki nélkül az életemet egyszerűen nem tudtam elképzelni, bár a szüleim buddhista neveltetésemnek köszönhetően mindig arra neveltek, hogy minden mulandó, hogy minden elmúlik, hogy soha semmi nem állandó, és valahogy ezt az élet nagy részén sikerült is kamatoztatnom ezt a tudást, de amikor elvesztettem a kutyámat, akkor tényleg totálisan érzelmileg hibernált állapotba kerültem. És néha, amikor felmerült az, hogy a gondolataimban az, hogy megengedhetem-e magamnak azt, hogy szabadságot vegyek ki az agyamnak, a lelkemnek és a szívemnek, akkor megpróbáltam ráerőltetni magam, hogy teljesítsek, hogy visszategyem magam a munkába, hogy visszategyem magam a hétköznapokba. És ami történt, az egyszerűen az volt, hogy lassabban írtam a cikkeimet, nem éreztem magam annyira kreatívnak. Amikor a barátaimmal találkoztam, akkor úgy éreztem, hogy mint egy üres kagylóhéj csapot ülök, és rájöttem, hogy ennek így ebben a formában nincs értelme. Amikor ti úgy érzitek, hogy szükségetek van arra, hogy kivegyetek magatoknak szabadságot, akkor tartoztok magatoknak annyival, hogy ezt megtegyétek kompromisszumoktól mentesen. Nincs olyan, hogy de számítanak rám az irodában, nincs olyan, hogy de én anya vagyok, és olyan sincs, hogy de hát tavaly is volt ilyen, és ezt nem tehetem rendszeressé. Igenis van olyan, hogy néha ez egy 3 órás séta egyedül a ligetben, néha ez az, hogy elugrotok egy éjszakára wellnessezni valahova, ahol csak ültök a jacuzziban, és iszogatjátok a rozépesből, és néha pedig az, hogy azt mondja az ember, hogy elmegyek az El Camino-ra egyedül, és hogyha a társatok, aki mellettetek van, hogyha a családotok, aki mellettetek van, illetve az a karrier, amit választottatok, képes ezzel, nem azt mondom, nyilván senki nem fogja azt mondani a munkahelyen, hogy persze, mennyire az El Camino-ra holnap, de hogy képes veletek ezt egyeztetni, akkor vagytok jó helyen. Olyan élethelyzetben lenni, ahol mondjuk akár a társunknak, akár a családunknak, vagy akár a munkahelyi körülményeinknek az egy meglepetést okoz, hogy nekünk ilyesmire szükségünk van, az nem feltétlenül a legideálisabb közeg arra, hogy tudjunk fejlődni. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ilyen helyzetekből ki kell ugranunk, ez nem azt jelenti, hogy akkor a mi családunk hülye, vagy hogy a mi párunk ezt nem érti, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy kommunikálnunk kell, hogy beszélgetnünk kell, hogy fel kell nyitnunk egymás szívét, szemét és fülét arra, hogy van itt valami, amiről beszélnünk kell. És ez az a dolog, amit sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan nem merünk meglépni az életünk különböző területein. Legyen szó ez egy kapcsolatról, vagy akár egy munkahelyi körülményről. Egyszerűen az, hogy leüljünk beszélgetni, és az asztalra tegyük azokat a dolgokat, amikkel problémánk van, amin szeretnénk változtatni úgy, hogy közösen kompromisszumokat hozunk. Azért félünk tőle elsősorban, mert amikor az ember indulatokat, érzelmeket, olyan felfogadó érzelmeket oszt meg a másikkal, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy ez véletlenül rosszul csúszik ki a szánkon. Mondjuk tételezzük fel, hogy hónapok óta halogatjuk azt, hogy leüljünk a társunkkal, a párunkkal, és elmondjuk neki, hogy lehet, hogy a mindennapok során úgy tűnik, mintha minden rendben lenne velem, de az igazság az, hogy egy kicsit omladozom belül, és hogyha ezt egy picit érzékenyebben kezelnéd, akkor nagyon sokat segítenél velem, nekem. Ez valahogy nagyon nehéz így tálalni. Ez általában, amit az imént elmondtam, az a pár szó, ez általában úgy jön ki, hogy nem hiszem el, hogy nem mosogattál el. Vagy esetleg úgy, hogy nem veszed észre, hogy szenvedek, esetleg így. És az igazság az, hogy nem vesszük észre feltétlenül azt, hogy a másik hogy van, és nem várható el a másiktól, hogy olvasson a gondolatainkban. És az, hogy valaki ismer minket, az, hogy valaki szeret minket és támogat minket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nekünk nem kutya kötelességünk megtanulni, kommunikálni a körülöttünk lévő emberekkel.
az, aki azt mondja, hogy én arra várok, hogy egy olyan ember legyen mellettem, vagy egy olyan főnököm legyen, vagy olyan legyen a legjobb barátom, akivel nem kell komplikált dolgokat megbeszélni, mert ő úgy is tudja, az egy picit a homokba dugja a fejét, és megpróbál kibújni az arról a felelősség alól, hogy tényleg még a leginkább összhangban lévő párkapcsolatokban is az egyik legfontosabb dolog az, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy nem lehet a másikra kenni az, hogyha mi nem mondtuk el, hogy mire vágyunk. Úgyhogy egyrészt saját magunknak tartozunk ezzel az őszinteséggel, másrészt mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és végül, de nem utolsó sorban, mitől talán elsősorban, a világnak tartozunk mindezzel, mert iszonyú sokan vagyunk mi emberek, elképesztő sokan vagyunk, és hogyha nem veszünk számba mindazt, amit az újságok írnak, ami folyik a tévéből, ami ömlik a rádióból, csak egyszerűen kizárólag arra koncentrálunk, amit egymástól hallunk és látunk, akkor őszintén kijelenthetjük, hogy a legnagyobb médium még mindig az emberi kommunikáció. Kizárólag mi emberek vagyunk képesek olyan hatással lenni egymásra, amit egyébként elvárunk, hogy a televízió csinálja, a tévé legyen kultúráltabb, legyen több kultúra, vagy hogy a rádióban ne folyjon állandóan az, hogy a politikusok egymást különböző alázó és gyalázó szavakkal illetik. Meg lehet tenni azt, hogy az ember arra figyel, amire ő szeretne. Egyáltalán nem kötelező minden élethelyzetben azáltal inspirálódni, ami agresszívan hatni akar ránk. Szóval a legkönnyebb inspirációs forrás, ami mindannyiunk előtt nyitott van, az az, hogy odafigyelünk egymásra. És hogyha ilyen nagy figyelmet fordítunk egymásra, akkor tényleg tartozunk egymásnak annyival, hogy tisztességes, emberi hangnemben, gerincesen és őszintén kommunikálunk egymással. Nem csak azért, hogy a mi életünk jobb legyen, és nem csak azért, hogy a személyes kapcsolataink jók legyenek és nyugodtak legyenek, hanem tényleg azért, mert ezáltal tudjuk kizárólag megváltoztatni a világot. Ez az egyetlen dolog, ami hatással lehet arra, hogy olyan dolgok, amiket a politika nem érhet el, a politika tényleg, én tudom, hogy a politika egy komoly dolog, én nem állítom azt, hogy nem, de azt is tudom, hogy soha nem lesz olyan politikus, akinek a kezébe adhatjuk az életünket, és azt mondhatjuk, hogy most már, hogy már nem a Viktor, hanem már a Jenő, vagy a Benő, a politikus vezér királyfi, most már aztán minden jó lesz. Ilyen soha az életben nem fog megtörténni. Olyan sem fog megtörténni, hogy kizárólag olyan újságok jelennek meg, ami mindenkinek az ízlésével megegyezik, kizárólag olyan emberek kerülnek be a reality show-ba, akik a legjobb és a legművészibb módon inspirálják az embereket. Ez mind a mi saját felelősségünk, hogy melyik csatornákra figyelünk oda, hogy melyik csatornákat kapcsoljuk be. És amikor idefelé tartottam, és azon gondolkodtam, hogy kik lesznek itt ma velem, hogy kik lesznek azok az emberek, akikhez én ma beszélni fogok, vagy nem tudom, nekem, bár én beszélek, nem ti beszéltek, de mégis úgy érzem egy kicsit, mintha ez egy beszélgetés lenne, őszintén szólva, hogy kikkel fogok én ma beszélgetni, akkor az jutott eszembe, hogy azért érzem úgy, hogy én a családommal és a barátaimmal találkozom ma, mert én nagyon igyekszem így élni az életemet. Én nagyon igyekszem arra odafigyelni, hogy legyen szó egy újságíróról, legyen szó valakiről, aki odalép hozzám azért, hogy beszélgessünk veganizmusról, receptekről, Izraelről vagy Palesztináról, Magyarországról, nem tudom, fejkendőkről, teljesen mindegy. Én mindenkivel igyekszem ugyanabban a hangtónusban beszélni. Nekem nincs egy külön kommunikációm az újságírókra vonatkozóan és a barátaimra vonatkozóan. Akik láttatok már, nem tudom, talán voltatok néhányan Tel Avivban, és akár találkoztatok is ott velem. Láttam néhány arcot, és biztosan láttátok, hogy én aztán tényleg nem próbálok úgy csinálni, mintha valaki más lennék. Egyáltalán nincsenek olyan szokásaim, vagy olyan szóhasználatom, amit
arra tartalékolnék, hogy amikor majd az emberek, akik figyelnek rám, elmennek, majd akkor én végre önmagam leszek. Nekem ilyen szerencsére nincs, és ezt nagyon ajánlom beiktatni a hétköznapjaitokba, hogy találjátok meg azt a hangot, amit nem kell megváltoztatni senki kedvéért. Ez nem csak hogy közelebb hoz minket egymáshoz, de ösztönösen igaz emberek gyűlnek majd körét, és ezért van az, hogy nekem 100%-os bizodalmam van bennetek, és nincs bennem olyan gondolat, hogy mi lesz, ha én majd elmondok valamit, és akkor azt majd kicsavarják és kifordítják, mert pontosan tudom, hogy mivel én úgy kommunikálok, amiben én hiszek az érték rendem szerint, és titeket ez valamiért vonzott, valamiért erre kíváncsiak voltatok, illetve sokatokkal már sokat szorra találkozott különböző eseményeken, ezért nekem garancián van arra, hogy ti az én mércémmel mérve igaz emberek vagytok, és valószínűleg függetlenül attól, hogy egy csomóan nem is ismeritek egymást, nagyon könnyen lehet, hogy nagyon jól megértenétek egymást egy csomó dologban, mert az a tény, hogy vannak közös érdeklődési pontjaink, hogy vannak átfedések az értékrendjeinkben, nagyon-nagyon sokat hozzáad ehhez, hogy tényleg egyfajta család lehessünk. És ha már az értékrendeket említettem, és ha már az ideológiákat említettem, nagyon-nagyon nehéz úgy élni, hogy csak olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik mindenben egy ilyen gondolkodásban épp úgy vélekednek, épp úgy beszélnek, és épp úgy cselekednek, mint mi. Mondhatni ilyen biztosan nincsen. Tehát mindannyian találkozhatunk olyan emberekkel, akikre azt mondjuk, hogy úristen, olyan, mintha az előző igen testvéremet találtam volna meg, mert annyira együtt rezzünk, ilyen valóban van, de ők sem lesznek soha hajszál pontosan olyanok, mint te, vagy én, és ez így csodálatos. Hányan vegánok esetleg? Tegyük fel a kezét, aki vegán. Na, szuper. Hányan vannak közöttetek, akiknek meghalt az édesanyja? Hányan vannak közöttetek olyanok, akik valamilyen étkezési zavarral küzdöttek az életük valamely szakaszában? Szóval, látjátok, szó sincs arról, hogy itt mindenki ugyanazon ment volna túl, viszont nagyon komoly átfedések vannak, és ráadásul egyszerűen annak tudatában, hogy tényleg egy kicsit konkrétan libabőrös is lettem ettől, annak tudatában, hogy vannak közös kalandjaink, hogy valószínűleg érzelmileg egy csomó olyan dolgon mentünk keresztül, amikről talán soha nem is beszélgethetünk személyesen, mégis összekapcsol minket. És ez elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy ne veszekedjünk, hogy ne utáljuk egymást, hogy ne beszéljünk egymásról vadul és brutálisan. És tényleg minden egyes ember talál egy másik emberben egy olyan pontot, amiben ők ketten egyeznek. Sokkal könnyebb egyező pontot találni egy másik emberrel, mint olyasmit, amiben nem értünk egyet. És mégis nagyon-nagyon sokszor az alapján ítélkezünk, hogy valaki jobbra vagy balra szavazott, az alapján, hogy steaket eszik, vagy tofut, vagy az alapján, hogy úgy öltözködik, ahogy azt elvárják az irodában, vagy úgy, mintha most ébredt volna föl a Blaha Lujza téri aluljáróban, mert neki éppen azt tetszik. Szóval a helyzet az, hogy ezek a dolgok mind-mind klisék. Ezek mind kizárólag skarlátbetűk, amiket egymásra ütünk, amiket saját magunkra veszünk, és én az egész életemet igyekeztem úgy élni, hogy szépen lassan, mint ahogy az ember hámoz mondjuk egy hagymát, ami rétegről rétegre, egyre inkább közelít a központja felé, hogy ezeket a skarlátbetűket és sztereotípiákat megpróbáltam lemosni magamról. Egyébként nem tudatosan vakartam magamról őket, hanem egyszerűen a tapasztalás és az ösztönös kaland keresés során annyiféle emberrel találkozhattam, és annyiféle ideológiával, annyiféle vallással, annyifajta nacionalizmussal, annyi ideológiával találkoztam, hogy végül arra jutottam, hogy én mindenkit meghallgatok, mindenkire kíváncsi vagyok, arra is kíváncsi vagyok,
akivel szinte biztos, hogy egy csomó mindenben nem értünk egyet, mert ha én oda megyek ahhoz az emberhez, és azt mondom neki, hogy hello, te olyan hülye vagy, mert te ezt meg ezt gondolod, és hogy én azért nem beszélgetek veled, mert te ezt meg kell csinálod, mint én, akkor egészen pontosan mit várhatok el ettől az élethelyzettől? Az egyetlen dolog, amit elvárhatok ettől az élethelyzettől, az az, hogy ez úgy fogunk hátrafordítani egymásnak, hogy azt mondjuk, hogy na, tudtam, hogy ez egy hülye. És hogy mi lett volna, ha adunk egy esélyt a kommunikációra? Én egyszer kaptam egy meghívást az izraeli parlamentbe, és nagyon sok kritikát kaptam érte, hogy újságíróként elmentem az izraeli parlamentbe, és nagyon sokan rám írtak, hogy az izraeli narratívát erősítem ezzel, és én akkor is elmondtam, és nagyon sokan mélységesen elítélnek ezért, de én azt mondtam, hogy ha engem meghívna a Hamász Gázába, hogy csináljak egy vegán lakomát gázai gyerekeknek, hát természetes, hogy igen mondanék rá. Hát az egyáltalán nem függ össze azzal, hogy én miben hiszek, vagy hogy én hogyan próbálom a világot egy élhetőbb helyé tenni a magam apró lépéseivel, hogy mondjuk erre milyen porond van jelen, vagy hogy ez ki biztosította. Hogyha tényleg nekem Orbán Ráhel azt mondaná, hogy olvasta a könyvemben, hogy a tofut így kell csinálni, de neki nem sikerült a bügyőrgész is, amelyikben volt, aki főzött kurzusomon, akkor bügyőrgésztetek tofut? Szóval akkor bügyőrgész és nem sikerült neki sajnos a leírás alapján, nagyon szívesen elmagyaráznának, és nem mondanám azt, hogy a legfontosabb dolog a világon az az, hogy ne a szörnyeteget lássuk egymásban. Mert hogyha elkezdünk szörnyeteget látni a másikban, akkor egy szörnyetekkel világban fogunk élni. És ez végül nekünk nem lesz jó. Hiszem egy bakvizet. Egy picit leülök. Úgy is láttok? Leülök így, akkor kicsit magasabb leszek. Az a baj, hogy aránytalanul rövid a felső testem. Tényleg. A Nini sokkal alacsonyabb nálam, és ha egymás mellett ülünk, akkor ő 10 centivel magasabb. Annyira rövid a felső testem. De cserébe nagyon hosszúak a lábaim, ami a Madonna Parkikon nagyon jól jön. A mai estének alapvetően azt a címet adtuk, hogy Beach House Project. És amikor elkezdtünk ötletelni, hogy miről beszélgessünk, akkor én valami olyasmit láttam magam előtt, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk álmokat valósággá építeni. És minden, amiről eddig beszéltünk, tulajdonképpen ennek a része. Hogyha én most leültem volna elétek, és elkezdtek arról beszélni, hogy hol keressetek tengerparti házat az interneten, vagy hogy milyen jó lesz a tengerparton heverni a napon, akkor úgy érzem, hogy a tetejéről kezdtük volna építeni ezt a beach house-t, és én szerettem volna az alapjairól. Mert hogy én magam is ezeken a felismeréseken és ezeken a kalandokon mentem keresztül, míg eljutottam odáig, hogy egyértelmű vált számomra, hogy én a magam részéről képtelen vagyok egy olyan típusú mókuskerékben pörögni, amiben a mai civilizációnk hát szerintem egy jó 80%-a él, mert tényleg ez nem egy nyugati, vagy ez nem egy keresztény kultúrkör kérdése, egyszerűen egy olyan világban élünk ebben a pillanatban, ahol mindannyian taposó malomban próbáljuk túlélni a következő hónapot, és én nem akarok 80 éves koromig várni azzal, hogy ennek vége legyen. Én visszautasítom azt, hogy az embernek le kell élnie az életét úgy, hogy robotol, hogy az élete utolsó pár évében, amikor egyébként is már sokkal lassabb és már sokkal kevésbé kalandvágyó általában sajnos az emberek, pontosan azért, mert kizsigereli őket az az élet, amit korábban éltek,
hogy nekem ezt nem kell megvárni, és nem gondolom, hogy bármelyikünknek meg kellene várni. Én abban hiszek, hogy meg kell próbálnunk egy olyan típusú életet teremteni magunknak, ami nem csigerel ki minket, és ahol természetesen produktívak lehetünk. Szó sincs arról, hogy számomra a Beach House Project az azt jelenteni, hogy mostantól kezdve soha többé nem kell majd dolgozni, és hogy majd a limoncello készítés és kizárólag a meditálás és a függő ágyban heverés lesz a program, bár mondjuk a limoncello készítéssel szerintem sok időt szorok eltölteni. Én abban találtam meg az én utamat, hogy valahogy megpróbáltam összehangolni mindazt, amiért szenvedélyesen rajongok, amiben nagyon őszintén hiszek, és amiből lehet anyagilag is egy stabil életet biztosítani. Nagyon sokszor kapom meg azt, és talán látjátok még a kommentekben, hogy az egyik legnépszerűbb, a leggyakrabban feltett kérdés az az, hogy mit tett le az asztalra, vagy hogy azt mondják, hogy könnyű neki, hiszen ő csak írogatja a cikkeit, könnyű neki, hiszen ő csak főzöget, könnyű neki, hiszen ő a tengerparton él, tényleg számtalan ilyen könnyű neki hallottam már, de az igazság az, hogy az élet kizárólag akkor lesz könnyebb, hogyha mi saját magunknak úgy programozzuk, olyan irányba tereljük, hogy az ne leterheljen minket, hanem fölemeljen minket. És ahhoz, hogy ezt megvalósíthatjuk, ahhoz mindannyiunknak meg kell kérdeznünk önmagunkat, hogy mi az álmunk, mi a célunk, mi az az irány, ami felé menni szeretnénk. Most az az élethelyzet, amiben vagyunk, egyáltalán összhangban van ezzel. Nem arról van ez szó, hogy az ellenkező irányba sétálunk éppen, mint amerre eredetileg tartanánk. És én nagyjából, hát szerintem olyan 6-7 éves lehettem, amikor realizáltam azt, hogy én teljesen másképp gondolkodom, mint a legtöbb ember. Tisztán emlékszem, hogy amikor elmentem az iskolába 6 éves koromba, és láttam, hogy felavatják a kisdobosokat, és mondták nekünk, hogy minket nem avathatnak föl, mert hogy én még akkor egy évvel fiatalabb voltam, és egyszerűen nem értettem, nem tudom, akkor még szó sem volt ageismről, meg nem tudom, arról, hogy miért a hosszúhajú fiú nem lehet kisdobos, és stb. Egyszerűen csak az a tény, hogy én nem csinálhatom azt, amit én szeretnék, mert egy struktúrált rendszer van körülöttem, az először rettenetesen megijesztett. És amikor ezzel szembesülünk, hogy egy olyan élethelyzetben vagyunk, ami megrémít minket, akkor a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy elkezdjük a saját szabályainkat kiépíteni úgy, hogy az természetesen ne rombolja szét a közös jót. Néhány nappal ezelőtt megosztottam egy Instagram posztot, amiben lefotóztam egy graffitit a West End tetőteraszán. Az anarchia jele volt egy ilyen piros, kicsit ilyen tényleg forradalmi graffiti volt, és arról kezdtem el elmélkedni, hogy tulajdonképpen mit jelent az anarchia. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az anarchia mindenképpen káosz kell, hogy jelentsen, és én a magam részéről nem tartom magam egyébként anarchistának, elsősorban azért nem, mert az összes izmusból már kezdett kifele jönni. Úgy érzem, hogy valahogy minden, ami izmusra végződik, az végül valahogy olyan furcsán végződik, és az emberek, minél több ember kapcsolódik egy izmushoz, annál inkább kialakul egy szélsőséges közeg ebben, és a szélsőséges emberek mindig hangosabbak, mint a nem szélsőségesek. Viszont az tény is való, hogy az anarchia valójában azt jelenti, hogy oké, tudom, hogy vannak szabályok, de azt is tudom, hogy bízhatok saját magamban annyira, hogy a saját szabályaimat követem, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember oda megy a rendőrhöz, és megpöckölni az orrát, mert ő anarchista, hanem ez azt jelenti, hogy azt mondom, hogy összejöttem a barátaimmal a ligetben, és nem tudom, állítólag nem szabad nyilvános helyen inni, de most igenis kibontunk egy pohár bort,
mert az ember igenis tudja a saját határait, és ezt az élet nagy-nagy döntéseire is ugyanígy le lehet bontani. Az emberek nagy része arra tanít minket, hogy ahova születtünk, ott kell maradnunk. Erről még fontos dalok és versek is írottak a magyar történelem során. Arra is tanítanak minket az emberek, hogy ha kitanultunk egy szakmát, akkor benne kell maradnunk abban a szakmában, hiszen ugye a mondani szokás, egy seggel nem lehet 100 000 lovat megülni. És arra is valamiért megpróbálnak minket beprogramozni, hogy nem merjünk kockázatot vállalni, mert mindent elveszíthetünk, amit csak van, mert hogyha rossz döntést hozunk véletlenül, akkor az majd egy életre tökre teheti mindazt, amit eddig felépítettünk. Arra is megpróbálnak minket beprogramozni, hogy görcsösen kell ragaszkodnunk a hitelességünkhöz, amit én magam részéről egyébként soha nem értettem, mert szerintem a leghitelesebb ember az, aki mindig azt mondja, amit gondol. Szerintem az már önmagában hiteltelen, aki megpróbál úgy kommunikálni, úgy öltözködni, úgy megnyilvánulni, hogy a hitelességét, a pozícióját védje. Úgyhogy mindezeket a beprogramozott dolgokat, amiket a társadalom megpróbál nagyon erősen belevenni a fejünkbe, ezeket érdemes egy kicsit újraértelmezni, és nem azt mondom, hogy egyszerre mindent elengedni, de érdemes ezeket megkérdőjelezni, hogy oké, hogy én ide születtem, de mi van, hogyha én egyszerűen képtelen vagyok elviselni azt, hogy az év 12 hónapjából 8 hónap során nem lehet tudni, hogy szakadni fog az eső, vagy sütni fog a nap. Én a magam részéről tudom, hogy nagyon felszínes döntésnek az idején, amikor elköltöztem Magyarországról, akkor egy olyan, az elsődleges gondolatom az nem az volt, hogy jaj, a magyarok savanyúak, vagy hogy nem tudom, homofóbok, vagy bármi ilyesmi, mert egyébként nem így gondolom, nagyon jó tapasztalatai vannak Magyarországra, és egyre jobbak, ahogy haladunk előre a korban, és úgy érzem, hogy nagyon komoly és jó változások vannak. Én egyszerűen azért éreztem úgy, hogy nem tudok itt maradni, mert nekem kell a tenger, és nekem kell a napsütés, és nekem szüksége van arra, hogy olyan gyümölcsök és zöldségek vegyenek körül, amelyeknek valóban gyümölcs és zöldség íze van, és nem pedig az, hogyha beleharapok egy uborkába, meg egy retekbe, annak igazából ugyanolyan íze van, csak a külleme más. És ezért aztán nagyon korán, 6 éves koromtól, ahol tényleg észrevettem azt, hogy tényleg kicsit más vagyok, mint a többiek, egy ilyen fast forward-ba előre megyek egy picit, hogy 11-12 évesen már egyértelmű volt számomra az is, hogy meleg vagyok. Nyilván akkor még nem tudtam ezt így nevén nevezni, meg egyébként is, ahogy már az imént említettem, egyáltalán nem vagyok nagy rajongója a különböző címkéknek. Én a homoszexualitás kérdéséről is abszolút úgy gondolkodom, hogy mindannyian érző emberek vagyunk, és mindannyian ösztönös emberek is vagyunk, és alapvetően, amik meghatározzák azt, hogy kivel vagyunk, azok egyrészt a társadalmi normák, amikhez hozzászoktunk évszázadok alatt, másrészt pedig az, hogy mit engedünk meg saját magunknak, hogy mik azok az ösztönök, amikre azt mondjuk, hogy igen, ezzel menni akarok, és mik azok az ösztönök, amikre azt mondjuk, hogy ez kellemetlen belül, nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Úgyhogy én 100%-ig azt érzem, hogy lehetek önmagam, hogy nem kell definiálnom magam, és mire 18-19 lettem addigra, azt is pontosan tudtam, hogy az egyetem helyett különböző tanulási módszereket szeretnék választani. Volt olyan, hogy jártam egyetemre, volt olyan, hogy beiratkoztam Londonban a Goldsmiths Egyetemen kreatív írás kurzusra, és őszintén szólva azért iratkoztam be, mert érdekelt a londoni egyetemi közeg, szerettem volna Londonban élni egy időt, de egyáltalán nem azért, mert úgy éreztem, hogy nekem szükségem van egy papírra. Nagyon őszintén mondom, hogy el sem mentem azért a papírért, amin össze vagy számolva, hogy hány kreditem van, meg ilyenek, mert pontosan tudtam, hogy semmit nem fogok kezdeni vele, és hogy nem is érdekel. Nekem az, hogy az egyetem hány darab kreditet ad nekem, az hajszál pontosan ugyanolyan, mint amikor bementünk a órára késve, és azt mondtál nekünk a Gyutka néni, hogy most beírok egy fekete pontot, mert késtél, jó, hát beírtam, tessék, akkor most az ott van abban a noteszben, hogy hol fogja befolyásolni pontosan az én életemet, hogy
kaptam egy fejemre fontban. Drágább lesz a kaja a büfében, vagy mi a? Rám szakad az ég. Szóval ezeket érdemes abszolút a helyén kezelni, és amikor elköltöztem Tel Avivba, a szívemet követve, és beleszerettem egy izraeli fiúba itt Magyarországon, aki orvostan hallgató volt, akkor szintén úgy érkeztem meg, hogy csak annyit tudtam, hogy én meg akarok tanulni mindent erről a környékről. Az, hogy miért van ilyen békétlenség. Meg akarom ismerni az embereket, meg akarom ismerni azokat az izraelieket, azokat a zsidókat, akikről annyi szörnyűséget hallunk folyamatosan, és tényleg, amikor az ember gyerek, akkor még nem tudja pontosan értelmezni azt, hogy kiről miért mondanak rosszat, csak bizonyos szavak szinte ilyen szitokszóval válnak azonossá. És éreztem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy leromboljak bizonyos hitrendszereket a fejemben, illetve sokkal többet tanuljak. És elkezdtem kabalát tanulni, beiratkoztam a Kabala Központban egy Kabala Egyetem nevű kurzusra, és alapjaiban változtatta meg az életemet. A Kabala alapvetően egy, hát minek nevezzem, egy bölcsesség. Nem vallás, nem szekta, nem egy Madonna által alapított trend, hanem egy több mint 5000 éves bölcsesség, ami valóban kicsit párhuzamban áll a zsidó vallással, mert a zsidó vallás szimbólumrendszerét, a zsidó naptárat használja, viszont ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy amikor a Kabala megszületett, vagy amikor a Kabala kialakult, követői voltak, és amikor visszamegyünk mondjuk 5000 évet, Krisztus előtt 5000 évet, akkor igazából nem beszélhetünk zsidó vallásról, muzulmán vallásról, vagy keresztény vallásról, mert hogy az Ábrahám vallások mind ugyanarról a tőről fakadnak. Amikor én Izraelben vagyok, és amikor megkérdezik tőlem, hogy tehát hogy tudsz ott élni, hogy akkor ezt támogatod, azt támogatod, és biztos téged nem is érdekel, hogy mi történik a fal túloldalán, akkor én mindig elmondom, hogy én pontosan ugyanannyira érzem magam palesztinnak, mint izraelinek. Papíron egyébként egyik sem vagyok, hiába élek 10 éve Izraelben, nem kaphattam állampolgárságot. Viszont azt nagyon fontos prioritásomnak tartottam, hogy igenis átmenjek a fal túloldalára, és hogy igenis megnézzem, hogy hogy élnek ott az emberek, és hogy azok, akik szenvedélyesen gyűlölik egymást, és azok, akik rettegnek egymástól, és azok, akik generációk óta rá vannak véve arra, hogy féljenek a másiktól, azok kik valójában, hogy néznek ki, hogy kommunikálnak, miben hisznek, mit csinálnak. És 8 éve éltem már Tel Avivban, amit tényleg szenvedélyesen imádok, függője vagyok a városnak, imádom a lüktetését, imádom azt, hogy rózsaszín felhők úsznak az égen, tényleg mindig rózsaszínek a felhők Tel Avivban. Nézzetek fel este az égre, mindig rózsaszínek. Állítólag a légszennyezettség miatt már nagyon szépen. És őszintén mondom, hogy én soha nem fordulok el Tel Avivtól, de nagyon fontosnak tartottam, hogy megismerjek másféle narratívát is. És barátaimmal, akik Londonban érkeztek hozzánk, fogtuk magunkat és átmentünk Betlehembe, és Betlehemből pedig elindultunk kalandozni Palesztinában, és nyilván először én úgy mentem át a héber tetoválással a gerincemen, hogy így rejtegettem magam, azt gondoltam, hogy ha én lebukok, hogy én Tel Avivban élek, akkor itt majd egyszer csak rám támadnak mindenki, és börtönbe kerülök, és tényleg voltak félelmeim, de ahogy megérkeztem, kizárólag kedves, mosolygós emberekkel találkoztam, akik szó szerint kiabálva üdvözöltek, hogy welcome, welcome to Palestine, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért? Miért van az, hogy kapunk egy dobozban egy elméletet arról, hogy az úgy van, és meg sem kérdőjelezzük, hogy az úgy van-e? És Betlehem egyébként az első állomás ezen a túrán, ahol az ember egy kicsit mélyebben megismerkedhet Palesztinával, egy kicsit még turistás is mondhatom, a születéstemplom miatt nagyon sokan járnak oda,
de például Banksy-nek, ismeritek Banksy-t, tegye fel a kezét, aki ismeri Banksy-t, fantasztikus street artist, graffitiket csinál, és társadalomkritikus, de egyáltalán nem agresszívan, és most nyitott például egy pop-up hotelt Betlehemben, közvetlenül a Palesztinát és Izraelet elválasztó fal mellett, az a neve, hogy The World of Hotel, az elfalazott, a lefalazott hotel, és az a szlogen, hogy Rooms with the worst view in the world, a szobák a világ legrosszabb kilátásával, de ugyanakkor az egész hotel tele van kreativitással, mindenhol Banksy festményei vannak a falakon, és amikor pedig kilépünk a hotelből és sétálunk a fal mellett, akkor azt láthatjátok, hogy ugyanúgy, ahogy a berlini fal esetében, a falnak a palesztin oldala tele van gyönyörű graffitikkel, olyanokkal, amikben látványosan az emberek hihetetlen energiát fektettek. Alapvetően mindegyik egy kicsit természetesen társadalomkritikus vagy politikai, de megdöbbenve tapasztaltam, hogy egyébként nem is Izraelt kritizálják főként, hanem a briteket, mert hogy ugye alapvetően Nagy-Britannia volt az, akik egyszer csak azt mondták, hogy megfordítjuk a világot, és körbe mentek pár helyen, azt mondták, hogy most már ez is a miénk, ez is a miénk, ez is a miénk, aztán eltelt néhány évtized, rájöttek arra, hogy ups, azért ezt nem biztos, hogy fent tudjuk itt tartani, itt emberek ölik egymást, nekünk itt komoly felelősségünk van, fogták magukat és kimentek onnan, és ott hagytak mindent, amit okozott az a néhány évtized, amíg ott voltak. És hogyha elindultok, tényleg nem kell félni ettől, nyugodtan be lehet ülni egy palesztin taxiba, és el lehet kalandozni Ramallahba, ami egy kis arab Tel Aviv gyakorlatilag. Partik vannak, a lányok ki vannak tetoválva, nyoma sincs semmiféle extrémizmusnak. És el lehet menni Nablusba, ami az én kedvenc helyem volt, és amiért ennyire sokat beszélek erről az utazásról, az azért fontos nekem, mert itt volt egy nagyon-nagyon komoly felismerésem, ahol azt éreztem, hogy váltanom és változtatnom kell a jelenlegi életemen. Elutaztunk Nablusba, ami egy, valószínűleg nagyon kevesen hallhattatok erről a városról, pedig a világ egyik legősibb városa, és két hegy között egy völgyben fekszik, turisták gyakorlatilag egyáltalán nincsenek, mi 3 napig voltunk ott, egyébként egy meleg pár barátommal és egy bangladesi származású barátnőmmel, hát mindennek kinéztünk, csak normálisnak, meg régenek, tényleg. A srácok mi valamilyen csillogós dolog mindannyiunkon volt, a másik az okni, Szabina pedig hát tényleg ő aztán abszolút az emancipált nő, és egyáltalán nem próbált úgy tenni, mintha nem az lenne, és ehhez képest életünk egyik legsorsváltozhatóbb utazásán mentünk keresztül. Leszálltunk Nablusban a buszról, és elkezdtek odajönni hozzánk az emberek, akkor még azt sem tudtuk, hogy miért, vagy hogy féljünk, vagy örüljünk, vagy mire véljük mindezt. És körbeálltak minket, és elkezdtek bemutatkozni. Oda jött egy édesapa, és azt mondta, hogy a kislányom nagyon szeretné megérinteni a hajam, és muzulmán kislány volt. És ugye én odaállt, mindig azt hallottam, hogy a muzulmánok még csak a szemedbe sem mernek nézni a nők, mert hogy nem szabad neki, és egyszer csak egy totálisan új valóságban találtam magam. A nem tudom, hogy hányan vagytok ilyen gasztromániások, mint én, de a legszebb piac, ahol valaha voltam, az Nablus. Az óváros olyan, mintha Jeruzsálemből kivonnád az összes turistát, és az összes kínai árut, amit helyinek próbálnak eladni. Sétálsz Nablusban a piacon, és a fűszerek ott helyben örülnek a szemed láttára, a kávét ott pörkölik előtted, nincsen import meg export. Ugye nagyon érdekes, hogy egy hátrányos helyzet miatt élnek egy olyan típusú buborékban, amiről én odautazóként azt éreztem, hogy bárcsak itt élhetnék, mert ilyet még életemben nem láttam. Sétáltam az utcán, és azt láttam, hogy a matrac készítő ott tömi kézzel a matracot. Hogy tényleg minden az, aminek látszik. És ezen az éjszakán
amikor éppen nyugovóra tértünk néhány üveg bor után, akkor valamikor hajnali 3 körül arra ébredtem, hogy lúdbőrözöm konkrétan, és nem értettem, hogy mi van, mert valahogy a testem előbb reagált, mint a fülem, és egyszer csak a müezzin hangját hallottam meg, de valahogy én Jaffában, a Tel Aviv óvárosában hozzá vagyok szokva a müezzinhez, de ez valahogy teljesen más volt, és egyszer csak felfedeztem azt, hogy mivel Nablusz egy völgyben fekszik, körülöttünk akár 100-an is lehetnek a mecsetek, és visszhangzott az egész völgy, a csillagok ragyogtak, és mindannyian fölmentünk a vendégház tetejére, mindenki, aki felébredt az éjszaka kellős közepén, és csak álltunk, és azon gondolkodtuk, hogy én képtelen vagyok elfogadni, hogy ezt emberek nem tudják megtapasztalni, csak azért, mert rá vannak véve arra, hogy csak biztonságos dolgokat szabad csinálni, csak olyan helyekre szabad elmenni nyaralni, ami ott van a prospektusban, és oda van írva, hogy a büfé-reggeli milyen fogásokat tartalmaz. Én vegánként el tudjátok képzelni, hogy mennyire bizonytalan voltam, hogy mit fogok majd enni, de eszembe se jutott az, hogy azon problémázzak, hogy raj, mi lesz majd ott velem, és természetesen vegán étterem, mint olyan, nyilván nincsen Nablusban, viszont 1 millió véletlenül vegán dolog van, a csodálatos humuszoktól a falafeleken át, a salátákig és sült zöldségekig, amik semmiféle hiányérzetet nem keltettek bennem. És amikor másnap reggel felébredtünk, akkor leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, hogy valahogy nincs tovább maradásom, mert sokkal többet akarok látni. És ez mindig megvolt bennem, ez a fajta nyughatatlanság. Én egy olyan típusú ember vagyok, hogy tényleg akkor is, hogyha egy spában ülök egy szaunában, akkor is azon pörög az agyam, hogy miről szóljon majd a jövő heti VMN cikkem, vagy hogy milyen legyen a menü majd a következő havi együttműködésre, vagy adott esetben azon gondolkodom akár, hogy majd hogyan rendezzük be az új lakásunkat, de számomra az, amikor nyugalom van, az mindig azt jelenti, hogy ez a művész kreatív én, ez kiszabadul, és ilyenkor érzem azt, hogy igazán élek. Amikor utazom, akkor érzem azt igazán, hogy élek. És a legnagyobb dolog számomra az, amikor nem kell visszaútjegyet venni. Számomra tényleg az valamiért minden olyan alkalommal, amikor nem kell visszaútjegyet venni, teljesen mindegy, hogy hol vagyok, akkor olyan érzésem van, mint amikor mondjuk egy kisgyereknek először mondják azt, hogy most már nem kell a kerítésen belül maradni, mert megbízunk benne, és tudjuk, hogy visszajön. És nagyon nehéz ilyen életet élni, nagyon nehéz ilyen szabad életet élni abból a szempontból, hogy azért ehhez vagy képesnek kell lennünk azt elfogadni, hogy mi vagyunk a saját legjobb társaink, és hogy mi mindig magunk mellett leszünk, vagy pedig szerencsés esetben találkozunk valamit, nem így, ha másik nem lenne szerencsés, mert a legfontosabb viszony nyilván, Carrie Bradshaw is megmondta, a saját magunkkal való viszony. De azért nagyon sokat jelent, hogyha találunk egy társat mindehhez. És én, amikor kiköltöztem Izraelbe, majd évekkel később a házasságunk szétesett, akkor pontosan tudtam, hogy én nem akarok elköltözni Izraelből azért, mert most hivatalosan én nekem itt mindent fel kéne adnom, hiszen tőlem ezt várják valószínűleg az emberek, hogy hát mit csinálnék én Tel Avivban, hogyha már nincs párkapcsolatom. De én úgy éreztem, hogy nem akarom azt, hogy a Tel Avivi életem az arról szóljon, hogy van egy megbukott házasságom. És elköltöztem egy kis hajóra, kivettem egy vitorláshajót Jaffa kikötőjében, egyszerűen azért, mert nem volt pénzem egy normális lakásra, és életem legjobb döntése volt. 3 hónap alatt valami történt velem, és az összes bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ki vagyok, merre megyek és mit akarok, elkezdett valahogy sokkal
irrelevánsabbá válni, mint azok a kérdések, hogy miért nem értékelem azokat a hétköznapi, végtelenül boldog pillanatokat, amiket bárhol, bármikor átélhetek, függetlenül attól, hogy párkapcsolatban vagyok-e vagy nem, hogy egy háromszintes tetőteraszos házban élek, vagy egy 10 méteres vitorláshajón, hogy miért nem látom meg, hogy mindenem megvan ahhoz, hogy ebben a pillanatban most boldog legyek. És ez a felismerés magával hozta azt, hogy elkezdtem nagyon boldognak érezni magam. És ahogy elkezdtem boldognak érezni magam, valahogy nyilván ez a kicsit talán azt szokták mondani, hogy van ez a vonzás törvénye. Én inkább azt mondanám, hogy minden akkor érkezik meg. Ugye azt szoktam mondani, hogy a tanár is akkor érkezik meg, amikor a tanuló készen áll. És nekem a Nini személyében, a párom személyében, illetve most már a férjem személyében, Nimrod Dagan belépett a képbe, teljesen váratlanul. Őszintén szólva Grindr-en találkoztunk. Ez egy applikáció, ami ugyanolyan, mint a Tinder, csak melegeknek. És gondolhatjátok, hogy azért nekem eszemben nem volt egy új kapcsolatba beleugrani, vagy akár házasságra gondolni. Én egyszerűen csak ott gondoltam, hogy igen. Úgy éreztem, hogy itt az ideje annak, hogy ne a platform határozza meg azt, hogy milyen kapcsolatot keresek. Tehát tényleg nagyon sokan azt mondják, személyes barátaim is vannak, akik például azt mondják, hogy hát nem jön a pasi, de nem megyek fel Tinderre, mert az gáz. És tényleg én abban hiszek, hogy ahogy már az imént említettem, hogy minden poronton saját magunkat képviseljük. Én, mint közszereplő, és én, mint magánember szintén. Úgyhogy ugyanígy, amikor elmegyünk egy buliba, és valaki meghív minket egy koktélra, vagy amikor felmegyünk a Tinderre, vagy a Grindr-re, hogyha igazán saját magunkat képviseljük, akkor tényleg nem számít a poron, a médium. És rám írt egy üzenetet, ami hát érdekes módon nagyon furcsa reakció volt, mert azért bevallom őszintén, hogy ezen a fórumon a kommunikáció az nagyjából úgy szokott zajlani, hogy hello, most arra keresel? A miénk egy kicsit másképp nézett ki. Rám írt, én pedig megláttam a fotóját, és valahogy az jött ki belőlem, hogy azt írtam neki, hogy wow, you're adorable, ami azt jelenti, hogy imádni való vagy. És ott azért ez az imádnivaló, a dorkol az nem egy olyan szó, ami hirtelen az ember az első pillanatban, amikor lát valakit egy olyan helyzetben, ahol elméletileg talán testi síkon simulnánk össze valahogy. Úgy éreztem, hogy lelki síkon kezdünk összesimulni, és körülbelül 7 órát beszélgettünk online, másnap találkoztunk, és ez volt életem első olyan kapcsolata, ahol hála az égnek már kint voltam minden játszmából, kint voltam minden, de ha ráírok, akkor az olyan azt jelenti majd, hogy ő lesz gyerekben, és hogyha nem ért 3 órán keresztül, akkor az azt jelenti, hogy mással van, de hú, hogyha ő már mással van, akkor én is már ráírok mással. Szerencsére ezeken mind túl voltam már, és ennek köszönhetően attól a pillanatok kezdve, hogy személyesen találkoztuk először, mi egy pár voltunk. Nem volt olyan kérdés, hogy most ez merre visz, nem volt olyan kérdés, hogy még találkoztatunk-e más emberekkel. Minden nap egy kicsivel több időt töltöttünk együtt, mint a kis hercegben a kis herceg és a róka, amikor ugye a kis herceg úgy szerintítette meg a rókát, hogy minden nap egy pár perccel többet töltött vele, és nem is beszéltek, mert mint ő mondta, a beszéd csak a félreértések forrása. Hát mi sem beszélgettünk annyira sokat. És aztán később egyébként a második vagy harmadik randinkon derült ki egyébként például, hogy mondtam neki, hogy sokat főzök, és hogy ez tulajdonképpen a szakmám is, és nem csak a szenvedélyem, kérdezte, hogy is miket főzök. És ilyen félben mondtam, hogy hát vegán dolgokat, és akkor derült ki, hogy ő is vegán. Ez
Ugye ezt csak azért mondom el, mert én nagyon hiszek abban, hogy nyitottak vagyunk, és mondjuk nem célirányosan keresgélünk dolgokat, hanem azt mondjuk, hogy nekem olyan társ kell, aki ebben a kritériumban, és ebben, és ebben, és ebben is megfelel, hanem egyszerűen nyitottak vagyunk, legyen szó a fórumról, ahol ez történik, legyen szó az emberről, akivel kommunikálunk, akkor nagyon nagy meglepetések és pozitív meglepetések várhatnak rá. És azért akartam mindenképpen Mimiről mesélni, mert ő az, aki tulajdonképpen az első olyan ember az életemben, aki pontosan ugyanannyira merész, mint amilyen én vagyok. És bár ő színész az Izraeli Nemzeti Színházban, és elméletileg ez is tényleg egy olyan szakma, amire valószínűleg a legtöbb színész, mondjuk Magyarországon, aki a Nemzeti Színházban játszik, valószínűleg azt mondaná, hogy hát ha elköltözök külföldre, akkor nekem nem lesz munkám. Ő szerencsére nem ilyen, ő olyan, hogy fogta magát, és azt mondta, hogy értelmezzük újra a színházat, és most második hónapja játszunk egy előadást, egy lakásszínházi előadást Tel Avivban. Van egy vendégházunk, és Jafo Kreatív néven találjátok meg, ha Tel Avivban jártok. És hihetetlenül izgalmas, 9-en vagyunk színészek, megérkeznek az emberek, és az egészet Csehov jelenetekből gyúrta össze a Mimi, és én vagyok a tulajdonképpen Csehov, az a címe a darabnak, hogy Anton's Home, Anton Csehov, és amikor kinyitom az ajtót, megérkeznek az emberek, és még azokat is, akiket egyébként évek óta ismerek és legjobb barátaim, úgy fogadok, hogy bemutatkozom, mint Anton, és természetesen mindenkit leítatok egy kis borral, és onnantól kezdve a ház különböző szobáival kalauzolom őket, ahol különböző jelenetek zajlanak az egyik szobában, a konyhában, az irodában és a fürdőszobában is van egy jelenet. És tényleg ezt csak azért mesélem el, hogy nincs olyan dolog, hogy nincs olyan kifogás, hogy az én szakmám nem egyezhethető össze azzal, hogy szabadabb legyek. Mindent mindig újra lehet értelmezni. És hát ez az a pont, ahol egy picit arról szeretnék mesélni, hogy hogyan döntöttünk úgy, hogy Tel Aviv lesz a következő olyan város, ahová úgy jövünk haza, ahogyan Budapestre jövök rendszeresen, most már 10 éve. Ami azt jelenti, hogy nem Tel Aviv lesz már a bázisunk. És rengeteget fogunk visszajárni, és ahogy mondtam, nem fogok hátat fordítani az országnak és a városnak, hanem egyszerűen tágítjuk a világunkat. Nem kizárunk valamit, és azt mondjuk, hogy most egy másikat keresünk, hanem egyszerűen még színesebbé szeretnénk tenni a palettát. És nekem körülbelül, kicsit felállok, nekem körülbelül olyan másfél évvel ezelőtt, amikor tényleg először elkezdett motoszkálni bennem az a gondolat, hogy bármennyire imádom Tel Avivot, lehet, hogy azért 10 évente nekem szükségem van egy komolyabb vérfrissítésre körülöttem, akkor elkezdtem olcsó ingatlanokat keresgélni az interneten, és találtam egy honlapot, aminek az a neve, hogy propertyunder20k.com, tehát ingatlanok 20.000 euró alatt. Tudom, hogy szürreálisan hangzik, hogy ilyen van, de a helyzet az, hogy bár mi itt élünk ebben a kis városi buborékunkban, és folyamatosan azt halljuk, hogy az ingatlan árak mennek följebb, és most már 5 négyzetmétert is milliárdokért lehet csak megkapni, az igazság az, hogy ez a mi kis mikroklímánk, kizárólag azért gondoljuk ezt, és azért hiszük ezt, mert olyanok vagyunk, mint én, amikor Tel Avivban élve, azt gondoltam, hogy a fal túloldalán mindenki terrorista, vagy a palesztinok, akik szintén azt gondolják, hogy a fal túloldalán mindenki meg akarja ölni őket, és ezt csak és kizárólag akkor tudjuk feloldani, hogyha egyszerűen esélyt adunk annak, hogy kiderüljön, hogy ez teljesen másképp van. A helyzet az, hogy a világon nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol egyáltalán nem drága az ingatlan, és hát ilyen átlagosan szerintem éjszakánként, mikor már a Nimi elaludt, akkor ilyen 2-3 órát töltöttem azzal, hogy mentem végig a térképen, mindig a tengerpartok mentén, néztem, hogy hol vannak ezek a kis jelek, ahol ingatlanokat jelöl a rendszer, és mindegyikre rámentem, mindegyiket megnéztem,
És eleinte azt gondoltam, hogy csak egy álmodozó vagyok, és mindig, amikor a Nimi rám nézett, és mondta, hogy már megint a Beach House keresel, akkor tényleg úgy éreztem magam egy picit, mint a kisgyerek, aki azt mondja, hogy majd, ha megkapja a zsebpénzét, akkor vesz egy hajót, vagy mint tényleg egy szürreális, megvalósíthatatlan dolognak tűnt akkoriban. És aztán, amikor elkezdtem elmélyülni abban, hogy miért olcsók azok az ingatlanok, amiket én nézek, akkor találkoztam azzal a nagyon-nagyon furcsa igazsággal, vagy féligazsággal, hogy ugye bizonyos helyeket mi emberek biztonságosnak nyilvánítunk, más helyeket pedig nem. És valamiért arra vagyunk berendezkedve, hogy azt gondoljuk, hogy amikor egy nagy városban élünk, ami egyébként egy csomó veszélyforrás rejt, de valamiért akkor úgy érezzük, hogy ja, biztonságban vagyok, itt van minden egy karnyújtásnyira, egy csomó ember van körülöttem, és ugyanakkor viszont nagyon sokszor én magam, aki Budapesten nőttem föl, majd Londonban, majd Tel Avivban élve, kizárólag metropoliszokban laktam, én azt éreztem, hogy mint hogyha a lelkemet, a tüdőmet nyomná össze a város, és minden alkalommal, amikor kiszabadultam, akár Szegedre mentem főzőkurzust tartani, és mentünk a vonattal át a réteken, akkor csak bámultam, hogy Úristen, én ide vágyom, hogy nekem egyszerűen közel kell lennem a természethez. És a természet közeli lét az azzal jár együtt, hogy nyilván sokkal kevesebb komfortos lehetőség van körülöttünk, ami egy kicsit azt jelenti, hogy saját magunknak kell megkreálnunk az életünket. És ez lehet, hogy embereket elijeszt, de engem például hihetetlenül inspirált át ez. Én nagyon szeretnék egy olyan életre berendezkedni, ahol azokkal a dolgokkal főzök, ami körülöttem megterem, és aminek szezonja van, ahol azokkal az emberekkel találkozom, akik például kimondottan azért jönnek oda, mert szeretnének velem együtt lenni, vagy hogyha kimegyek az utcára, akkor olyan termelőktől vásárolhatok, akik a szívüket, lelküket beletették abba az egy szem almába, amit megvásárolok. És elkezdtünk utazgatni, úgy döntöttünk, hogy felkeresünk néhány olyan házat, amiket láttunk online. És először Olaszországba utaztunk, majd hát őszintén szólva minden egyes ponton, ahová elutaztunk, kiderült, hogy van valami kis catch a sztoriban, hogy egy ponton, hogy van egy olyan pont azért, ami miatt egy kicsit problémás is lehet, és először mindig azt gondoltuk ezekről, hogy hát akkor ez sem, mert ez földrengés veszélyes, vagy ez sem, mert itt a tulajdoni lappal gond van, vagy ez sem, mert itt decemberben nagy viharok vannak, és aztán szépen lassan elkezdtem eljutni arra a pontra, hogy ilyen alapon aztán sehova nem költözhetnék. Tehát ugye Budapesten belül is mondhatjuk azt, hogy nem merek a 8. kerületbe költözni, mert majd ott éjjel megtámadnak, vagy mondhatjuk azt, hogy nem megyek a budai hegyekbe költözni, mert ott olyan túlságosan nagy csend és nyugi van, és nekem pörgésre van szükségem. Tényleg az ember egy millió okot felhozhat arra, hogy meggyőzze magát arról, hogy egy hely, hogy egy helyzet neki rossz, de igazából lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogy elkezdenék azon gondolkodni, hogy hol van az a helyszín, ami a pro és kontra érdekkel együtt a legalkalmasabb arra, hogy mi ott megvalósíthassuk önmagunkat és az álmainkat, és hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, amiben hiszünk, és még közelebb kerüljünk ahhoz, hogy sokkal több emberrel tudjunk türelmesen kommunikálni. Én az utóbbi időben bevallom őszintén, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy amennyire szociális ember vagyok, és amennyire tényleg imádom az embereket, és nagyon szeretek olyan helyzetekben lenni, ahol találkozhatok olyanokkal, akikkel eszméket cserélhetünk, és történeteket hallhatunk egymásról. Mégis elérkezett egy olyan pont az életemben, amikor rájöttem, hogy nekem nincs energiám arra, hogy negatív dolgokkal támadjanak engem, és hogy nekem erre reagálnom kelljen. Úgy éreztem, hogy méltatlan az, hogy amikor az ember
tényleg igyekszik mindent megtenni azért, hogy önmaga lehető legjobb változata legyen, akkor saját magával megtenni azt, hogy emberek véleményére adva lerántja magát. És tényleg mi nem tudjuk kontrollálni azt, hogy az emberek hogyan bánnak velünk, vagy azt, hogy hogyan viselkedik velünk a környezetünk, nem tudjuk minden esetben kontrollban tartani, viszont azt minden esetben kontrollban tudjuk tartani, hogy mi erre hogyan reagálunk ezekre a helyzetekre. És számomra az ösztönös reakció az az, hogy mi egy icipicit szeretnénk kiszállni a világból, és ez nem azt jelenti, hogy nem jövünk Budapestre, ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk vacsora partikat és Madonna partikat és workshopokat és előadásokat tartani, hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy azért, hogy ez a kreatív, őszinte, igazi énünk a lehető legvirágzóbb és leggyümölcsözőbb lehessen, ahhoz nekünk szükségünk van egy olyan fészekre, ahol mi magunk vagyunk. És hosszas keresgélés után, talán tudjátok, hogy mennyire imádjuk Görögországot, és nagyon sokat, évek óta minden nyáron visszautazunk Mykonoszra, ahova egyébként nem tudunk oda költözni, mert ott Tel Avivi árak vannak, tehát az egy illúzió lenne sajnos, de azért egy lépéssel, sok lépéssel közelebb kerülünk Mykonoszhoz, és nagyon-nagyon megható, döbbenetes és mérhetetlen boldogságot hoz a szívembe az, hogy megtaláltuk ezt a helyet. Egy kis fél szigetre fogunk költözni. 2 órára van Athéntól, az a neve, hogy Methana, és amiért felvezettem úgy mindezt, hogy mennyi tragédia történhet bizonyos helyeken, ugye, hogy tényleg Palesztinában terrortámadás történhet velünk, nem tudom, a repülőt valaki elrabolhatja, és vagy Amerikában ránk borul egy felhőkarcoló, stb. Hogy mindezektől rettegni tényleg értelmetlen, mindezt azért mondtam el, mert egy vulkánra költözünk. Nem viccelek, egy vulkánra költözünk, amely körülbelül olyan 400 éve alszik, és döbbenetes a hely. Nem tudom, hogy bármelyikötöknek volt a szerencséje Hawaii-on járni esetleg, de Hawaii-hoz tudom hasonlítani. Mennyei a természet, mint hogyha a Kánaánban lennél, az egész félszigeten, ami körülbelül olyan 40 négyzetkilométer, 150 ember lakik, 3 kis településen, és köszönhetően a vulkanikus aktivitásnak a szigeten nagyon-nagyon sok helyen természetes hőforrások vannak, úgyhogy ilyen szürreális színű, kimondottan türkiz kék kis öblökben, melegvízű medencékben lehet úszkálni, és van egy városka is, a Methana városnak is a neve, és ott van a világ egyik első spája, egy 1800-as években, viktoriánus stílusban épült gyönyörű spá, ami most már 10 éve zárva van. Ugye Görögországban nagyon-nagyon komoly gazdasági válság volt, illetve még van is, illetve rendkívül sok menekültet fogadott be Görögország, és ez alapvetően megváltoztatta az országban nyilván az árakat is, de leginkább az, hogy az emberek hogyan tudnak túlélni és boldogulni. És ez a spa most már évek óta zárva van, emiatt aztán egyszerűen nem jönnek turisták, gyakorlatilag alig vannak emberek, és mindez úgy, hogy egy földi paradicsom. A ház, amit találtunk, egyébként egy 6 lakásos társasház, és összesen 35 négyzetméter. Ahogy mondtam, tényleg valóban nagyon-nagyon olcsó ingatlanokat kerestünk, és 150 méter választja el a tengertől. A tengerpart és a ház között kizárólag olivafák és citromfák vannak, ezért mondtam a limoncellót.
Már tervezem fejben, hogy milyen limoncellók lesznek, lesz vaníliás, csinés. Akarok csinálni egy függéset, mert nagyon sok függel is van. És úgy döntöttünk, hogy ez lesz az a hely, ahol most egy picit elkezdünk belülről építkezni. És ezzel párhuzamosan, amit el szeretnék mondani nektek, mert nagyon sokatokkal kommunikáltunk, akár üzenetben, az előadás előtt, vagy akár itt, mikor megérkeztetek, és többen mondtátok, hogy ez számotokra is milyen aktuális, hogy nem csak metaforikus értelemben a célok és az álmok megvalósítása felé szeretnétek elindulni, hanem hogy konkrétan az, hogy azt mondjátok, hogy nektek is elegetek van, és hogy valamit kéne csinálni. Úgyhogy egyszerűen tényleg csak egy pár nagyon praktikus tippet szeretnék nektek ehhez adni. Az egyik az, hogy tényleg azok a helyek, ahol akár 5000 eurótól lehet lakásokat találni, tehát az alapáron tényleg akár 1,5 millió forinttól lehet lakásokat találni. Tudnotok kell, hogy ezekre még rájönnek ügyvédi költségek, illetve adók, amik akár pontosan ugyanannyi is lehet, mint maga az ingatlan, de ezzel együtt ezek tényleg nagyon-nagyon olcsó választások. Szóval ilyeneket találhatok például Egyiptomban, Hurghadán, rendkívül olcsóak az ingatlanok. Olaszország középső részén nagyon-nagyon sok olyan kiürülő félben lévő középkori városka van, amik meseszépek, csodálatosak. Mi ellátogattuk jó pár ilyen városkába, és azon kívül, hogy 200-250 ember lakik a városkákban, semmi gond nincs velük. Tehát tényleg a számomra az a döbbenetes, hogy miért akarnak az emberek mindenáron olyan helyeken élni, ahol százszorosa az ingatlanok ára, mint ezekben a városokban. Illetve Cipruson is jártunk, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy Ciprusra költözünk, mert az az a pont, ami Tel Aviv és Európa között van pont, és nagyon-nagyon szeretjük azt, hogy mennyire sokféle ott a török oldal és a görög oldal találkozása, de mi végül Görögország mellett tettük le a voksot, nem a Mamma Mia miatt egyébként, hanem az Uzo miatt. De Ciprus az abszolút egy paradicsom, és hogyha kimondottan Ciprust nézegetitek, akkor például Vuni városkát nagyon tudom ajánlani, ami a tengerparttól egy 20 perc vezetésre fekszik, és autóval, és középkori házacskák, szűk sikátorok, elképesztően gyönyörű hely. Úgyhogy, hogyha elkezditek ezeket a helyeket felfedezgetni, akkor azokra figyeljetek, hogy egyrészt, akivel kapcsolatba léptek, az felelősségteljesen válaszolgat nektek. Tehát az első és legfontosabb praktikus visszajelzés egy tengerparti ingatlannal kapcsolatban az mindenképpen az, hogy valóban létezik-e és valóban el akarják-e adni. Sajnos nagyon sok ilyenbe bele lehet futni, és erről tudjatok, hogy vannak ilyen property scam, ilyen tényleg ilyen nagyon ködös ingatlan ügynökök, akik kisajtolják belőletek az előleget, ahol mindent egyrészt googlözzetek le, hogyha valakitől kaptok egy e-mailt, akkor az aláírásából vegyétek ki a nevét, nézzétek meg a Google-on, hogy hol dolgozott korábban, ha ügyvéddel tárgyaltok, akkor nézzétek meg, biztos, hogy van róla valamilyen dokumentum az interneten, hogy milyen iskolákat végzett, hogy milyen irodákban dolgozott. És amit nagyon-nagyon ajánlok, ahhoz, hogy tényleg 100%-ig biztos legyen az, hogy az a hely, amit kiválasztottatok, az olyan, amilyenek elképzeltétek, hogy legyetek kommunikatívak és nyitottak a helyiekkel, illetve akár Instagramon vagy Facebookon fedezzétek fel azokat a kis csoportokat, akik azokat az embereknek a csoportját, akik azokon a környékeken élnek. Én például, mi majdnem vettünk egyszer egy rendkívül olcsó ingatlant Krétán, és végül azért nem vettük meg, mert Instagramon megnéztem, hogy kik azok, akik onnan becsekkoltak. Ez egy nagyon jó módszer, nagyon ajánlom. Tehát bármilyen olyan faluról, városháról hallottok, vagy láttok ott ingatlan, amiről úgy érzitek, hogy semmit sem tudtok róla, az Instagramon még a legeldugottabb helyről is mindig lesz pár ember, aki becsekkolt, és írjatok rájuk privát üzenetet, mondjátok el, hogy azt tervezitek, hogy ide utaztok, vagy akár, hogy még az is lehet, hogy ott élnétek, és milyen tapasztalatai voltak.
És hát erről a krétai kis lakásról kiderült, hogy konkrétan egy ilyen 90-es években épült, de azóta teljesen kiürült ilyen mesterséges szellemváros, és már a medencéket sem töltik fel, és nincs egyetlen bolt sem, a közelben sem. Úgyhogy ezekbe milyen menjetek bele, hogy nehogy bármi olyan döntést hozzatok, ami esetleg a későbbiekben bosszúságot okozna. Viszont az is nagyon-nagyon fontos, hogy amikor kiderül valami, hogy egy kicsit nem pont úgy megy, ahogy elterveztétek, az ne szegje a kedveteket. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tehát nálunk például a metanai lakás, még a ház, amiben van a lakás, még bizonyos részei épülnek, majdnem teljesen készen van, már le van festve, stb., de még bizonyos részei épülnek, és papíron például addig nem tudjuk megkapni a tulajdonjogot, amíg a kivitelező nem fejezte be teljesen a házat. Ugye én erre most mondhatnám azt, hogy jaj, nem hiszem el, hogy pont ezt választottuk, és itt ilyen problémák vannak, de az én ösztönös reakcióm erre az, hogy ez egyrészt meg fog oldódni, a ház záros határidőn belül kész lesz, meg fogjuk kapni a tulajdonjogot, és hogyha én azon pörgök, hogy de én azt gondoltam, hogy itt nem tudom, amikor majd kinyitom a zuhanyt, akkor majd erősebb lesz a víz nyomása, de én azt gondoltam, hogy itt nem kavicsok lesznek, hanem homok lesz a tengerparton, akkor megint ugyanabban találjuk magunkat, mint amit az imént mondtam, hogy szörnyekkel vesszük körül magunkat, a szörnyeket látunk az emberekben. Ez a körülményeinkre is igaz, hogy szörnyen tudjuk érezni magunkat mindenhol, ahol kizárólag azt látjuk meg, hogy milyen szörnyű dolgok vannak körülöttünk. Ahova mi költözünk, őszintén szólva, ebben a pillanatban körülbelül olyan, mint egy ilyen, hát mihez hasonlítsam, amikor Csillaghegyen fölnőttem gyerekkoromban, és csupa földút volt minden, és még voltak nagyon sok üres telek volt, és még kakasok meg tyúkok ébresztettek minket reggel, most pedig 37 és fél évvel később egy kimondottan egy elegáns villanegyed, akkor az ember azért tudhatja, hogy nem egyik pillanatról a másikra fognak ezek a közegek kiépülni, igen, mi is földúton fogunk lemenni a tengerpartra, és igen, biztos lesz majd olyan, amikor azt mondjuk, hogy húha, azért nem gondoltuk át, hogy itt azért nem annyiról van szó, hogyha elfogyott a bor, akkor leugrunk a Lidl-be, hanem be kell tervezni előre. De a legfontosabb konklúzió nekem abból, hogy meghoztuk ezt a döntést, az az, hogy nincs olyan élethelyzet, amit ne lehetne megvalósítani. Nincs olyan életcél, legyen szó praktikus döntésekről, vagy egyszerűen arról, hogy belül valamit átprogramozunk saját magunkban, ami megvalósíthatatlan. Teljesen mindegy, hogy számotokra a beach house az valójában fizikailag egy beach house, vagy pedig egy új karrier, ami felé el szeretnétek indulni, vagy az, hogy többet főzzetek, vagy az, hogy csökkentsétek az ökológiai lábnyomotokat, vagy az, hogy teljesen újjászülettek, és hogy kihozzátok fizikailag magatokból a legjobb formátokat, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezek a dolgok mind-mind egy hosszú kardnyújtásnyira vannak tőlünk. És azért mondom, hogy hosszú kardnyújtásnyira, mert ha azt mondanám, hogy kardnyújtásnyira, akkor az azt jelenteni, hogy nem kell érte tennünk, hogy szinte észrevétel lesz, mert tényleg úgy is ki tudom ülteni a karom, hogy közben hozzátok beszélek és másra koncentrálok, de ez egy hosszú és tudatos karnyújtás, amit jó párszor talán úgy fogjátok érezni útközben, hogy nehéz. Van, ismeritek esetleg Tracy Anderson nevű fitness edző? Természetesen Madonna személyi edzője volt. Gwyneth Paltrow-i is hozzáteszem. És neki például van egy olyan 10 perces program, hogyan maradj szexi életed végéig című YouTube videó. Én hosszú éveken keresztül rajongtam érte, de bevallom őszintén, hogy azért nem csináltam hosszasan, mert konkrétan azt jelenti, hogy kitartja a kezét, és azt mondja, hogy nem kell ahhoz súlyt vennünk a kezünkbe, hogy elkezdjenek dolgozni az izmaink. Hogyha én így állok, és akár csak ennyit csinálok,
akkor körülbelül másfél percen belül elkezd majd fájni a karom, és elkezdem majd érezni az izmaimat, és ehhez tudnám ezt egy picit hasonlítani, hogy amikor egy új álom irányába elindultok, akkor tudjátok, hogy igen, a változás minden esetben jár majd fájdalommal, és az utolsó ilyen tényleg praktikus tipp, amit nagyon szeretnék nektek elmondani, úgy, mint egy ilyen önmagam csinálta, nem tudom, kis világnak az irányítója, vagy tényleg, és ezt azért mondom, mert nem akartam az üzletember szót használni, mert nem szeretem ezt a szót, hogy üzletember, mert ez úgy hangzik, mint hogyha én a profit kapcsán, vagy azért, mert a karrierem kapcsán próbálnám meghatározni saját magam, de inkább azt mondanám tényleg, hogy mint egy építkező ember belül, hogy ne menjetek abba bele, hogy ha van egy álmotok, akkor azt hiszitek, hogy az első lépés a felé az, hogy hihetetlen anyagi kereteket mozgattok meg. És ezt azért mondom, mert nekem itt, aki itt állok előttetek, és azt mondom, hogy bárkinek lehet egy beach house-a, nekem nagyon nagy felelősségem van ebben, hogy is el akartam mondani, hogy én soha életemben még egy hűtőszekrényt se vettem hitelre. Én soha nem költök olyan pénzt, amin nincs, és inkább sokkal kisebbből kezdek el építkezni, abból, amin van, abból kezdek el építkezni, és ha már látom, hogy az profitál, és már megáll a lábán, akkor fogok egy következő szintre lépni, és akkor döntöm el, hogy még investálok bele. Úgyhogy tényleg legyen szó egy arról az álomról, hogy megnyitjátok az első saját éttermeteket, akkor nem azzal kell kezdeni a történetet, hogy az ember megveszi a legdrágább rozsdamentes acélpultot, vagy hogy a termomixert 350 ezer forintért, hanem vigyétek be a botmixereteket, amivel otthon főztök, kevergetitek a humuszt, tegyetek be egy asztalt, amit a nagymama leselejtezett, és aztán amikor már ez tényleg a saját lábánál is gyümölcsözik, akkor érdemes tovább lépni. És ugyanez igaz a továbblépésre, költözésre, ingatlanvásárlásra. Én azért, nekem Magyarországon és Budapesten is azért van egy 9 négyzetméteres lakásom, mert annak idején, amikor a Zene TV-től eljöttem, és amikor elindultam Izrael felé, akkor volt 2,5 millió megtakarított forintom, amiről úgy éreztem, hogy ha én ezt most nem költöm el valami értelmes dologra, akkor kimegyek Tel Avivba, ami a világ egyik legdrágább városa, és valószínűleg egy év alatt nem maradt belőle semmi. És találtam egy 9 négyzetméteres lakást Budapesten, a 7. kerületben, a legfelső szinten, egy olyan körfolyósón, ahol egy szomszéd van rajtam kívül, hogy tulajdonképpen olyan, mintha erkélyünk lenne, és imádom, tényleg kimegyek, és a háztetőkre nézek rá, és az egész kicsit olyan, mint a hajóm, ahol Jafon laktam a kikötőben. Úgyhogy az, hogy valaki mer kicsit választani, amikor nagy álmokra törekszik, az nem azt jelenti, hogy ő kispályás, az azt jelenti, hogy egyelőre tudja, hogy bár az álmainkat igenis meg tudjuk valósítani, azért ugyanakkor nem nyújtózunk tovább, mint ameddig a takarónk ér, és ezt a takarót inkább majd hosszabbítjuk később. És végezetül tényleg záró gondolatként, még mielőtt megkérdezem, hogy bárkiben megfogalmazódott-e bármi kérdés, már érlejétek magatokban. Az egyik legfontosabb dolog, amit el akartam mondani ma este, hogy végtelenül hálás vagyok nektek. És az egyáltalán nincsen semmilyen szinten készpénznek véve, hogy ti itt vagytok, és hogy vagytok körülöttem, körülöttünk, és nekünk. És egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, mert az emberek nagy része nem kap ilyen típusú visszaigazolást, mint ami nekünk tényleg egy áldás, hogy tőletek mi ezt kapjuk. És sokszor ezért lehet, hogy elbizonytalanodtok, mert adott esetben nincs körülöttetek az embertömeg, aki azt mondja, hogy igen, jól csinálod, igen, figyelek rád, igen, inspirál az, amit mondasz, de akkor, hogyha mi kapcsolatban vagyunk, és akkor, hogyha, ahogy az elején elmondtam, egymást is egy kicsit elkezdjük megismerni, és számomra egyébként erről szól minden, az online jelenlét,
a különböző viszontagságokon keresztül ment Facebook csoportunk, a TVT, ez is minden arról szól, hogy emberi közösségként támogathassuk egymást, és ez pedig nem szakad meg, akkor sem, hogyha Budapesten vagyok, ha Tel Avivban vagyok, és akkor sem, hogyha Metanán vagyunk, és akkor sem, hogyha egyszer majd, nem tudom, a világűrben érezzük majd úgy, hogy a Holdon lesz a következő beach house. Van-e valakinek bármilyen kérdése? Tényleg a legfontosabb dolog, hogy ne érezzétek úgy, hogy van rossz kérdés, vagy hogy ne érezzétek úgy, hogy zavarban vagytok, és az is nagyon fontos, hogy nincs olyan kérdés, ami irreleváns lenne. Tehát nem kell feltétlenül a beach house-ról, vagy a költözésről kérdezni. Tényleg én azért szerettem volna ezt a mai esély kérdésekkel zárni, mert nagyon sokszor van olyan, hogy egy esemény után egy-egy percük van beszélgetni, és egy kicsit eszmét cserélni, és nem tudok mindig mindenkinek válaszolni a kérdésekre, viszont lehet, hogy egy csomó olyan kérdés van, ami többeket is foglalkoztat, még akkor is, hogyha nem is tettétek még föl ezeket a kérdéseket, akár hangosan. Úgyhogy van-e bárki? Na, szupi. Odaadjam a mikrofon? Nem, szerintem lehet adni. Hányos volt a magatartásod? És az anyukád ezt úgy kezelte? Én ezt most úgy kérdezem, hogy a 11 éves fiamnak a anyukája, hogy tök jó, hogy ő is hasonló mintát. Más, és na bocsánat, ez szarik egy csomó dologra, és különben meg egy tök jó képesség, tehát elmerésítene egy csodó mindenben. Minden a legnagyobb rendben, de általában fölgyi az intelligenciája, de a magatartás a kettes, és minden nap négyen sport, és minden. Hát megmondom őszintén, most csúsztathatnék, de nekem is kettes, hármas volt. Aki esetleg nem hallotta, az volt a kérdés, hogy hányas volt a magatartásban, és egy kisfiúról beszél, 11 éves, egy kisfiúról beszélgetünk, aki kicsit nehezen kezelhető ezek szerint az iskolában. Hát nem, igen. Én is világéletemben kettes-hármas voltam magatartásból, mert hát őszinte leszek, én is gyűlöltem például a testnevelés órákat, és egyszerűen fogtam magam, és nem mentem be. Nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk amikor egy olyan filmnek volt premierje a moziban, ami engem különösen érdekelt, akkor már az első vetítésen akartam menni a 10 órásira, és akkor inkább nem mentem be a suliba. És nem, ezeket nem azért mondom el, mert bár ez nem követendő példa, vagy ilyesmi. Nem. És ez szerintem nem akarok itt nagy szavakat használni, de szerintem azok az emberek, akik igazán nagy dolgokat akarnak véghez vinni, még akkor is, hogyha ezt ebben a pillanatban nem tudják, tényleg nagyon nehezen teszik be magukat egy struktúrált rendszerbe. És szerintem az én anyukám egyébként ezt elég jól kezelte, és szerintem nekem azért nem volt soha gondom ebből, mert az anyukám és az apukám soha nem azt mondták, hogy ezt nem szabad, vagy hogy rossz voltál, hogy ezt csináltad, hanem azt mondták, hogy én értem, hogy te ezt miért csinálod, és én is ilyen voltam, mint te, de az a helyzet, hogy hát ez egy ilyen hülye rendszer, amiben egyszerűen muszáj végigcsinálni, és nekem mindig azt mondta az apukám, nagyon őszintén mondom, hogy az általános iskolát végig kell csinálni, mert különben olyan helyzetben találod magad, hogy bármilyen nagy álmaid is vannak, lehet, hogy emberek nem akarnak majd alkalmazni azért, mert nem csinálod végig az általános iskolát. Tehát ez egyébként a papámnak, aki az egyik legintelligensebb ember, akit ismerek, mind tárgyi tudás, mind érzelmi intelligencia szempontjából, neki konkrétan 8 általánosa van egyébként. És én, amikor gimnáziumban, hát tényleg nem tartoztam a legkezelhetőbb és a legjobban viselkedőt a tanulók közé, akkor nagyon sok olyan probléma adódott, amikor konkrétan hát ilyen mini forradalmakat váltottam ki a gimnáziumban. Nem fogadtam el bizonyos új szabályokat, felvetettem mindig azt, hogy de oké, de akkor ez miért van így, akkor beszéljünk róla. Szerintem a legjobb, amit tehetsz, az ez, hogy arra tanítod, hogy kérdéseket tegyen föl, hogy amivel nem ért egyet, hogy azt úgy kellene csinálni,
hogy az miért van úgy. És ez nem csak őt is meggyőzi arról, mert hogyha van egy normális magyarázat, hogy ez miért van, tehát hogy mondjak egy példát, mondjuk azért nem eszünk az ágyban szendvicset, nem azért, mert nem illik, vagy ilyesmi, hanem mert akkor morzsás lesz az ágyunk, és rosszabbul fogunk aludni, és viszketni fog. És hogyha az ember ilyen magyarázatokat kap, akkor egyrészt okosodik, és nyilvánvalóbbá válik az irány, másrészt pedig, hogyha valaki esetleg egy tanár mondjuk nem tud válaszolni erre, mert a szabály egy hülye szabály, amit azért hoztak meg, mert valami hülye kitalálta, hogy az úgy legyen, akkor tök jó, hogy a gyerek megkérdezi, hogy és egyébként miért? Mert akkor simán egy felnőtt is azon kaphatja magát, hogy nem tudom, és ebből azt hiszem, hogy mindannyian tanulunk egy kicsit. Hát minden esetre sok kitartás hozzá. Igen. Szia Kristóf, én nem kérdezek, inkább mondanám. Pár szót fölírtam magamnak, még beszélgetél. Köszönöm szépen a magam nevében, elég jól érzem magam. Van nekem egy lánya, akit te ismersz. Igen. Sok helyen előfordult, és én mindig elkísérem nagy örömmel. Hát nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Nem magamért elsősorban nyilvánvalóan, mert én is egy szülő vagyok. A legfontosabb gondolatok, amiket itt feljegyeztem, változás, őszintesség, önazonosság, kommunikáció, szabadság. Merj magad lenni, merj önazonos lenni, merj vállalni, aki vagy, merj szeretni magad és elfogadni magad olyannak, amilyen vagy, és ha ebben a szürkebb, tágabb környezetet segít, akkor egyszer csak lesz egy beach house, vagy akármi, amit éppen szeretni. Szóval nagyon köszönöm. Én köszönöm. Én köszönöm, és minden szabaddal egyetértek, és még azt az egyet mellé tenném, hogy merjünk másokat is elfogadni olyannak, amilyenek, és ne ahogy magunkat is el kell fogadnunk olyannak, amilyenek vagyunk, attól függetlenül, hogy természetesen mindannyian folyamatosan változunk, remélhetőleg pozitív irányba, hogy tényleg a boldog életnek és a harmonikus életnek az is egy alapvető pontja, hogy ne akarjuk mindenáron mindenkit megváltoztatni magunk körül. Hogyha fontos az, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyennek vagyunk, akkor természetesen ez nem azt jelenti, hogy bárki bármit megtehet velünk, de hogy igenis el kell ismerni azt, hogy mindenki úton lévő ember, és nem ítélkezhetünk az alapján, hogy valaki éppen most aktuálisan hol van. Mert lehet akár egyébként például személyesen tapasztalom ezt nagyon sokszor, hogy az a leghomofóbabb emberekből lesznek azok, akikkel együtt iszom végül, és azt mondják, hogy nem gondoltam. És tényleg a legnagyobb meglepetések pontosan azok kapcsán érnek majd minket, akikről azt hittük, hogy nagyon másképp gondolkodnak, mint mi. Van-e még kérdés? Nincs több kérdés? Igen. Ez egy kérdés. A nincs is válasz. Csak kíváncsi vagyok rá. Azért nagyon nehéz, mert ahogy az elején elmondtam, én tényleg ilyen már-már zavaróan őszinte ember vagyok, és ami felmerül, és nyilván a beszélgetések kapcsán általában mindig olyan témák merülnek föl, ami fontos nekem, és amiben nagyon hiszek, és ilyenkor mindig nagyon őszinte vagyok, és nagyon kiteszek az asztalra minden gondolatomat és érzelmemet, ezért kevés olyan dolog van, amit sose kérdeztek volna meg tőle. Azt szoktam mondani az újságíróknak, amikor leülünk beszélgetni, és elkezdenek ilyen provokatívnak szánt kérdéseket föltenni, akkor azt szoktam mondani, hogy vigyázz, mit kérdezel, mert én tényleg mindenre válaszolok. Úgyhogy nem nagyon van ilyesmi. Olyat biztos tudnék mondani, amit még soha senki nem kérdezett meg tőlem, de nem hiszem, hogy az olyasmi, a válasz olyasmi lenne, ami feltétlenül hozzáadna ahhoz, hogy nem tudom én ki vagyok, vagy hogy nem hiszem, hogy nagyon meglepő dolgot tudnék mondani. Tehát tényleg így értékrendi szinten szerintem tényleg mindent tudtok rólam kb. Hogyha valami olyasmit kell mondanom, amit szerintem kevesen tudnak rólam, és még soha nem kérdezte meg senki.
azt hiszem, hogyha mondhatom azt, hogy talán az egyetlen káros szenvedélyem, ami tényleg úgy gondolom én magam is, hogy majd előbb-utóbb ezzel kezdenem kell valamit, úgyis hát el fogok fordulni. Az az, hogy gyakorlatilag születésem óta szokom az ujjam. Van köztetek, aki szopja az ujját? Na még ez is, látják? A lélekbombon. Igen. Sokszor észre sem veszem egyébként. Tehát nem csak az van, hogy alvás közben szopom az ujjam, hanem mondjuk, mint tudom én, a moziban ülök, és amikor már másfél óránál tartok, akkor egyszer csak azon kapom magam. Na ezt is köszönöm szépen, még itt maradunk természetesen még egy negyed órát, 20 percet mindenképpen maradok, de nagyon belehúzni nem tudunk most az éjszakában, mert én holnap utazom vissza Tel Avivba, és legközelebb május 31-én érkezünk majd, amikor itt a Dob utcában, a Vegan Gardenben, a Christoph Kitchen Food Trucknál lesz egy újabb lakoma party. Illetve hát a következő néhány hónapban nagyon sokat fogunk találkozni, mert júliusban érkezünk a Budapest Pride-ra, és ismételten találkozhatok velünk a Pride After Party-n, a Rainbow Party-n, ahol természetesen Madonna Party-val várunk titeket. Majd augusztusban ott leszünk a Szigeten, ahol kerekasztal beszélgetések lesznek a Magic Mirror sátorban, és ebben az évben meghívott vendégként vagyok jelen, illetve ott is csinálunk a Sziget záró napján egy partit a Nimivel. És ami pedig a jövőt illeti, én nagy szeretettel várnak titeket majd Metánál is, és bár nem fogunk egy olyan grandiózus vendégházat összerakni, mint amit Tel Avivban viszünk ebben a pillanatban, de azt szeretnénk, hogy sokkal kisebb és sokkal a szónak abban az értelmében exkluzívabb, hogy nem úgy exkluzív, hogy rongázós vagy snob vagy ilyesmi, hanem egyszerűen úgy exkluzív, hogy olyasmi, amiért tényleg azért jönnek oda az emberek, mert kimondottan ezt szeretnék megtapasztalni. Az, hogy 7 kilométerre van az első város, az, hogy ott van az Olivaliget a tengerpart mellett, és az, hogy süt a nap, és jó a kaja, és hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy mi van akkor, hogyha teljesen másképp csinálunk mindent, mint ahogy az emberek elvárják tőlük. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm.